Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziaszta a Nyíregyházi Televízióban, és ezúttal is az állatparkból jelentkezünk, ugyanúgy, mint egy héttel ezelőtt. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen többek között megismerkedhetnek majd különleges állatokkal is, de a Mandala nyár keretében is ellátogatunk, illetve elmondjuk Önöknek, hogy milyen programok várnak majd azokra, akik kilátogatnak többek között ide Sóstóra is. Hát mindenek előtt akkor kezdjük az állatparkkal, hiszen két csinos hölgy itt velem szemben, Révészné Petró Zsuzsa és Lukács Flóra, és hát nem tudom nem észrevenni, hogy Zsuzsa rajtad mászik valami. Így van, ő Jocó, ő egy szakállas agáma, és az apropó, hogy ő itt van, az, hogy jelenleg éppen a zósuli zajlik, és zajlani fog a későbbiekben is. És bizony az egyik célunk az, hogy az itt felnövekvő gyerkőcök, mint Flóra is, ők lesznek a leendő tanítómesterek, hiszen én már itt 17 éve dolgozom, és már eljutottunk arra a szintre, hogy a 22-23 éves egyetemisták már tanítanak nálunk, és Flóra is egy ilyen kiszemelt áldozat, és az ő kedvence Jocó, ez a szakállas agáma. Tehát ez azt jelenti, hogy utánpótlás nevelés az folyamatos nálatok. Így én van. Azt olvastam, meg azt láttam, hogy nagyon nehéz bekerülni most már ezekbe a táborokba, mert olyan sokan jelentkeznek. Valóban így van? Bekerülni igazából... Ez egy mítosz itt Nyíregyházán. Én úgy gondolom, hogy aki időben jelzi, az be fog kerülni, hiszen heti 200 gyermekkel dolgozunk, így 4 hét alatt 800 gyermek jön el a táborba, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer eljött, az visszatér. Uh-huh. Mi mindent csináltok itt a táborban? Mesélj egy picit. Hát nagyon sok újdonságot megtanulhatunk, és... Ilyenkor etetitek az állatokat, gondozzátok igen, őket? És... A majmoknál be is rendeztük a kifutójukat, és meg is néztük, ahogy megtalálják az ennivalót, amit elrejtettünk nekik. Aha. Én úgy látom, neked ez volt eddig a kedvenc programod. Ez is nagyon tetszett nekem. Mi tetszett? Még mesélj egy picit. Hát a pecázás is nagyon tetszett. Aha. A maciknál mit csináltatok például? Barna medvéknél mit csináltatok? Bementünk a kifutóba, és lekvárt kentünk a fára. Komolyan? Igen, és... És utána vártátok, gondolom, a hatást. Hogy, és nyilván kimentünk a kifutóból, hiszen üres kifutóba megyünk a gyermekekkel, és Flórának azért van nehéz dolga, mi volt a kedvenc programja, mert lassan hétvége felé járunk, és bizony 5 nap alatt 10 programban vesznek részt a gyermeket. Tehát délelőtt, délután máshova mennek. Tehát az egész kontinest, az egész földöt igazából megtekintik, Afrikától kezdve Dél-Amerika élővilágán át, és ugye a hazánk erdeinek élővilágát is megtekintették, ilyenkor bemennek a barna medve kifutóba, az üres kifutóba. És nyilván az a célja az zósulinak, hogy olyan helyekre jussanak be a gyerkőcök, ahova a földi halandó, vagy egy normál látogató nem képes, viszont ők kulisszák mögé tekintenek be folyamatosan. Ezeket az állatokat meg is foghatják? Tehát például, ami most rajtad van? Tehát igen. Megsimogathatják, vagy a teknősökkel, gondolom, ott tisztogatják a páncéljukat, stb. Nem értek hozzá, hogy kell egyáltalán tisztogatni? Megtisztítják természetesen, ez a hűlős foglalkozás és zajlik az élet itt a Nyíregyházi állatparkban. A hűlős foglalkozás szerves része az, hogy nyilván királypitonnal, agámával és teknős félékkel is foglalkozunk. És most én átadom, elveszem a mikrofont tőle, és megmutatom, hogy fogja meg egy zósul is a hüllőt. Egy pillanat, jó? Oké. És beszélj már nekem, légy szíves, egy kicsit Jocókáról. Mit kell róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy... Melegben gyorsabban mozog, és jobban érzi magát, és hidegben meg sokkal lassabban, és akkor meg fázik, és alig szokott néha mozogni. Akkor most azért ilyen eleven, mert kint van a napon, és meleg van, és látom, a nyakláncod az rögtön megtetszett neki. Egyébként az embereknek, hogyha van valamilyen fóbiája, mondjuk a gyerekeknek, valamelyik állattól fél, arra is jó egy ilyen tábor, hogy erről mondjuk leszokjon? Vagy azt mondja, hogy jaj, én nem merek hozzányúlni, és akkor kiderül, hogy egyébként semmi félelmetes nincs benne. A fóbia azért az egy komolyabb dolog, de nagyon sokan jönnek ott ide hozzánk, hogy nagyon félnek a kígyótól, vagy bármilyen, főleg a tollasoktól, a madaraktól, és aztán rájönnek, hogy abszolút nem kell tőlük tartani, és mindemellett a felelős állattartás is előtérbe kerül nálunk. Tehát beszélünk arról, hogyha például otthon szeretnénk hobbiállatot tartani, mire kell felügyelni, mire kell ügyelni, hogyan kell berendezni egy akváriumot, egy terráriumot, és általában az a jellemző, hogy ha hazamennek a gyerkőcök, megkérdezi anya, apa, hogy milyen volt a tábor, ennyit mondanak, hogy jó. Ennyi.
Viszont utána egy-két hét múlva, ha eljönnek újra a nyíregyházi állatparkba, és elkezdenek körbe barangolni a kontinensek között, akkor jönnek a visszajelzések, hogy úristen, mennyi mindent tanultak ezek a gyerkőcök itt az ósoli alatt. Meg hát az biztos, hogy egészen másképp tekint az állatokra is. Onnantól tudja a történetét, tudja azt, hogy hol él, be tudja azonosítani. Nem csak annyi, hogy elmegy mellette, jaj de cuki, jaj de szép. Neked, Flóra, van otthon valamilyen állat? Igen, nekünk otthon nagyon sokféle állatunk van. És... Mik vannak? Mesélj! Hát van papagájunk, macskánk, kutyánk és nyulunk. Ó, akkor egy igazi állatbarát család. Egyébként is már ez a sokadik alkalom, hogy itt vagy az állatparkban? Igen. Tehát eddig látogatóként jöttél, most meg táborozóként? Hát már 3 éve járok ide, aha, ez a 3. év, és én azóta is még mindig szeretem. Akkor Flórából biztos, hogy oktató lesz. Tehát ahogy, én kiszúrtam magamnak, és általában az első pillanatban látjuk már, hogy valamilyen különleges kapcsolat hogyan alakul ki nálunk, és bizony, akik ide jönnek hozzánk, jó részük állatorvos lesz, vagy valamilyen biológiával kapcsolatos foglalkozása lesz a későbbiekben, megmarad a kötődés, és tudunk egymásról a későbbiekben is, tehát hogy ő majd egyetemista lesz, remélem, hogy ő oktatni fog itt nálunk. Melyik a kedvenc állatod? Hát én mindet szeretem. Akkor ide jössz, akkor bármit rá lehet bízni, innentől kezdve a nagymacskáktól a fókáig, bármit. Most hogy néz ki ez a tábor? Mikor jön a következő turnus, vagy van-e még turnus? Egész nyáron így zajlik, majd folyamatosan? 4 hétről van szó, és a vendégek 4 hetet látnak, illetve a szülők, de mi ezt január óta elkezdjük intézni, hiszen rengeteg belső munkálat kell ahhoz, hogy minden teljesen gördülékenyen működjön, beszélni kell a gondozókkal, az állatorvosokkal, egyeztetjük a programokat, hiszen nagyon sok programot átvesznek a gondozóktól a gyerkőcök, tehát együtt megyünk be, ma például a fehér oroszlán kifutójába, mi kötöttük fel a húst az állatoknak, aztán pedig ahogy kimentünk a kifutóból, ráengedtük a húsra az állatot, és megnéztük, hogy hogyan is zsákmányol az állat, és tulajdonképpen egy ilyen különleges kapcsolat alakul ki gondozó és a gyerkőcök között is, és egy családias környezetben zajlik. Egyszerre összesen 200 gyermek van, mint mondtam, és 10 csoportunk van, tehát 20 fős csoportjaink vannak, akik 5 nap alatt 10 programban vesznek részt, majmozás, Afrika panoráma, hüllős foglalkozás is még sorolhatnám. Mindenkinek megvan a kedvence, és rengeteget köszönhetek egyrészt az itt lévő nevelőknek, hiszen főleg egyetemisták, és megjegyezném, hogy vannak 40 órás közösség szolgálatos hallgatóink is, ők a Kölcsei Gimnáziumban jöttek Nyíregyházáról, és reméljük, hogy a biológia, az állatszeretet szele őket is eléri, és lehet, hogy a pályaválasztásban is ezután segítünk nekik. Uh-huh. Hogy mennyire jó egyébként a kapcsolat, ezt mi is tapasztaltuk, hogy ahogy hoztátok ide ezt a hüllőt, rögtön kiabáltak a gyerekek, hogy ott van Rómeó bácsi, jól mondtam? Jocó. Igen, Jocó bácsi. Jocó bácsi is hozza, és hogy itt vagyunk, ott vagyunk, tehát hogy annyira megismerik most már az állatokat is, a gondozókat is, hogy tényleg egy szoros kapcsolat alakul ki, akkor ezek szerint közöttük. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jó munkát kívánunk nektek, meg jó szórakozást is. Azért ez a tábor arról is szól, hogy amellett, hogy rengeteg dolgot tanultok, azért ez egy valamilyen szinten szórakozás is, hiszen tényleg olyan különleges dolgokat lehet megtapasztalni, amit sehol máshol. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, engedünk is vissza majd titeket. Gondolom etetés lesz majd nem sokára, úgyhogy így van, megyünk. Muszáj menni. Jaj, közben a szél meg a papírokat elfújja, mi pedig el is megyünk programajánlózni, még mielőtt minden papírunk elszáll.